Mintha a maga nemében különös egy edzésversenyen lennénk. Egyszerre egy időben csak nem valamennyi korosztálynak, kivéve felnőtteket, valamennyi zöld felületet kihasználva edzést tartanak a szekszárdi UFC-nél. Eleget téve a kis csoportokban való dolgozás szigorú követelményének. Kora délutántól kora estig érkeznek a különböző csapatok játékosai, akikre különböző kis területen elvégzendő labdás gyakorlatok várnak az edzők által kialakított egymástól elkülönő állomásokon. Tényleg pörögnek az események. Szemmel láthatóan a technikai és az erőléti képzés közös nevezőre hozva. Nyilván az előző hetet úgy vezettük fel, hogy nem voltak annyira kihegyezve a terhelések, tehát azért több pályán is ilyen 70-80%-on dolgoztunk, most azért már több pályán is a submaxhoz közelítünk, de nagyon élvezik. Az utánpótlás szakágvezető állítja, ebből a vírus okozta leállásból, a mostani meccs nélküliségből maga a képzés, amire máskor jóval kevesebb idő jött, profitálhat. Ők most az UFC-nél, az edzők közösen ennek sikerén dolgoznak. Én azt gondolom, hogy az edzők mennyire tudnak ezzel élni, az nagyon baj, hogyha nincsen. Tehát én most könnyen beszélek, mert nincs csapatom, nincs versenyző korosztályom, tehát az itt lévő szakmai munkát felügyelem. Én azt gondolom, hogy minden utánpótlás edzőnek azzal kéne foglalkozni, hogy hova jut el a játékos, hanem az, hogy hova jut el a csapata, egészen U17-U19-ig. Most legalább megtanulja mindenki azt, hogy kell figyelni arra, hogy egy játékos jól hajtson végre egy mozgást, jó technikával hajtson végre bármilyen labdarúgásra hasonlító mozgáselemet, hogy kijavítsuk a játékosoknak az egyéni hibáit, sőt, még azt is gondolom, hogy jobban meg is ismerjük a saját labdarúgóinkat, illetve a saját labdarúgóink minket, hiszen most az összes edzővel dolgoznak a klubnál, nem csak a saját edzőjükkel, megpróbáljuk azt elérni, amiben van deficitünk, hogy ők a szekszárd játékosai, nem a Laci bácsi, nem a Gábor bácsi, nem a Józsi bácsi, hanem a szekszárdi UFC labdarúgói. Szeretnénk egy erősebb lokálpatriotizmust kialakítani bennük, egy klubhovatartozást. Ki kell használni mindent, amit a jelenlegi körülmények a mi számunkra biztosítanak. Az U13-tól felfelé délután 2-től este 8-ig, ezután ez ugyanis az MB3-as felnőtt csapat, forgószínpaddá változik, a két kis műfüves, a nagy műfüves pálya, és úgy szintén élettel telik meg a nagy füves is. A gyerekek már otthon be, illetve felöltöznek, így az öltözőket, fürdőket, elkerülve a tömeges érintkezést, egyáltalán nem veszik igénybe az UFC utánpótlás csapatainak játékosai.